aztok srácok, Csipi vagyok, és ugye megint kijött két darab új Prime ikon SBC a múlt héten még, csütörtökön, ahogy ez szokott lenni. Ezúttal az isteni Diogo Maradónát kaptuk meg, és Michael Owen-t ugye... Hát Michael owen majd beszélek a abban a videóban, ahol megcsináljuk a Loan verziós sbc t de most nézzük meg ezt a maradónát. Ugye mi csövesek vagyunk, úgyhogy megint csak ezeket a kölcsönözhető Loan verziókat fogjuk ezekből a játékosokból, vagy ezekből az sbc kből elkészíteni. Kezdjük ezzel a Diego maradónával. 82-es rating és ugye 60-as összhang kell. Ez azért vicces, tehát van egy ilyen maradóna 87-es ikon, vagyis 97-es, 87-es, fasságokat beszélek megint, tehát a 97-es maradóna, 82-es csapatot kérnek érte, 60-as kemisztrivel. Ha visszaemlékeztek, akkor a 94-es POT Maguero ér, ha jól emlékszem, 83-as ratinget kértek, és azt 80-as kemisztrit, de úgy, hogy betettek egy játékos előre 50-es ratinggel, tehát kellett bele legalább azt hiszem 5 vagy 6, de azt is lehet, hogy 7 darab 84-es játékos, hogy ez a 83-as rating meglegyen. Ugye az az 50-es előre berakott csatár az nagyon lehúzta a ratinget, tehát az olyan 40 ezer körül jött ki, de még az is lehet, hogy drágában jött ki egy 94-es POTM Loan Aguero, mint ez a Diego Maradona, amit bármilyen csapat be tudtok építeni, még azt az aguero ami alacsonyabb rétingű is volt, és csak PL csapatban volt jó, azért meg ilyen Atom Brutál ilyen 83-as, de igazából ez egy 84-es rétingű csapat volt, amit kértek érte. Tehát röhelyes, amit csinál hogy egy ilyen Loan 20 meccses Maradona, 97-es rétingű, ezért egy 82-es rétingű csapatot kérnek az SBC-be, 60-as kemisztrivel, még azért a szar 94-es Aguero ért ami ugye csak tényleg vagy uh, Argentin, vagy, vagy pedig Premier Liga csapatban jó, tehát azért meg kértek egy gyakorlatilag idézőjelben 84-es csapatot, 80-as kemisztrivel, tehát háromszor ilyen drága volt legalább, vagy négyszer, vagy ötször ilyen drága volt, tehát nem is értem, itt hol van a következetesség, hogy uh, hogy milyen SBC-ket kérnek, milyen játékosokért. Na mindegy, örüljünk annak, hogy azért a maradónáért nem kértek 83-as ratinget, úgyhogy ez nagyon olcsón kihozható, szerintem 10.000 körül megvan, ezt mi így oldottuk meg. A 60-as épp hogy megvan, az is csak azért, mert három játékosunk itt lent, ez a három pakból volt, tehát egyébként ez csak 57-es chemistry lenne, tehát így pont épp, hogy megvan, teljesen jó. Szerintem nem voltak olyan drágák a játékosok, 1500-1200, ja. Ennyi. Ennyit bőven megér ez a maradóna szerintem. Nyomjuk el. És akkor Diego Maradona, Loan verziója, a miénk, ugye Maradona, aki, akivel végül is világbajnokságot nyertek az argentinok nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, tehát ez majdnem 30 vagy Hát kb. 30 évvel ezelőtt szerintem. Tehát én még emlékszem arra a döntőre, még fekete-fehér tévén néztük, amikor a németeket megverték 3 2 és Rudi Föller is fejelt egy gólt, ugye Maradon egyébként arról is elhíresült, hogy volt egy gólja, amit ugye kézzel rakott be a kapuba, és amikor megkérdezték róla, akkor annyit mondott, hogy az Isten keze volt. 97-es kártyát kapott, hát atom brutál, ha megnézitek. 92-es pénz, 90 es a vezetés, hát nagyon komoly ez a kártya. Négy értéke van, 90 felett, 76-os fizika társul hozzá. 3 csillagos gyenge láb mellé, csillagos skill moves atom. Tényleg nagyon, nagyon brutál kis kártya, ugye a rendes SBC az nagyon drága, azért meg is kérik az árát. Jó sokat játszott ugye a Napoliba, nyomta a Barszába is. Nagyon kemény ez a kártya, tehát iszonyat sok tulajdonsága van egyébként, 90 fölött, sőt. Van 98-as balans, dribbling 98, longshot 94, 90 es finishing, ez is nagyon gyors is, középpályán ez istentelen lesz, tehát tényleg ez szerintem az egyik legjobb támadó középpályás a játékban, ha nem a legjobb, tehát... Kár, hogy csak 20 meccsre a miénk. De le fogjuk tesztelgetni ezt a maradónát, mellett és a klubba. Na srácok, ennyi lett volna a maradónaló SBC. Hamarosan visszatérünk és elkészítjük ezt az óvent is, hiszen ezt a kettőt kaptuk most ezen a héten. Ha tetszett, nyomj rá egy lájkot, csipi voltam, szevasztok!